Kinek szeretne a strandon végig sétálni feszes popsival és vékony combokkal? Én most összeállítottam nektek olyan gyakorlatokat, amelyekkel ezt könnyedén elérhetjük. Gyertek, tartsatok velem! Ahhoz, hogy feszes és formás popsink legyen, nagyon oda kell figyelnünk az étkezésre is. Íme pár tipp tőlem. Figyeljetek! Első. Figyeljünk oda, hogy mennyi legyen a napi vízmennyiségünk. Sokszor esünk abba a hibába, hogy a nagy rohanásba elfelejtünk egész nap inni. Megfájdul a fejünk, és tévesen úgy gondoljuk, hogy farkaséhesek vagyunk. A szervezet hidratálása nem csak az éhségérzetünket kontrollálja, hanem segíti az anyagcserét is. Fehérje nem csak protein szeletekben és óriás proteines dobozokban van. Húsok, zöldségek és még gyümölcsök is kiváló fehérje források lehetnek, ami elengedhetetlen a feszes és tónusosabb test eléréséhez. Lehetőleg sovány és fehér húsok közül válogassunk. Soha ne felejtsük el, hogy vannak olyan zöldségek, mint például a csicseri borsó, bab, burgonya, kukorica, borsó, lencse, amiknek elég magas a szénhidrát tartalma, úgyhogy ezekkel óvatosan bánjunk, vagy hagyjuk el diétánk alatt a hüvelyeseket. Essünk abba a hibába, hogy teljesen elhagyjuk a szénhidrátot. Ne féljünk tőlük, hiszen serkentik az anyagcserénket, fő energiaszolgáltatók és ráadásul el is telítenek. A lényeg, hogy jól választjuk ki a szénhidrát forrásunkat. Mi is legyen? Zab, rizs, hajdina, köles, kinoa, édesburgonya, és ha szeretjük a hüvelyeseket, akkor azt is ide számoljuk. Egészséges zsírok. Ezek a zsírok olyan energiaforrások, amik hozzájárulnak a fogyáshoz, támogatják az idegműködést, serkentik a hormontermelést, és sok esetben gyulladást csökkentő hatásuk is van. Mégis melyik telítetlen zsírsavakra van szükségünk? Fő forrásunk nem más, mint az olívaolaj, a halolaj, olajos húsú halak, olajos magvak, 15 g az körülbelül egy fél avokádó, úgyhogy így számoljunk a napi mennyiségünkkel. Ennyi lett volna mára, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!